Egy hónapon belül több olyan esetről is lehetett hallani Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amikor egy üresen álló romos lakóház fala kidőlt, vagy az épület összedőlt. A romos vagy düledező házak elbontásáról a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk, azonban a helyi önkormányzatok felügyelik az épületek állagát. Főleg a vályog falazatú évek vagy évtizedek óta üresen álló ingatlanok állapota a legveszélyesebb. A tulajdonosok sokszor nem foglalkoznak a romos házakkal, gyakran már csak a kidőlt, összedőlt épületek elbontásáról gondoskodnak. A múlt hétvégén két esetben is ilyen rombadőlt ingatlanokhoz kellett riasztani a katasztrófavédőket. Egy vályogfalazatú lakatlan háznak az oldalfala dőlt ki hétfőn a késő esti órákban Nyíregyházán a Kocsis utcán. Ez a házfal rádőlt a szomszéd házfalára, de ez nem sérült meg, viszont ott ment egy gázvezeték, a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, mivel ugye közművet is érinthetett maga a baleset, viszont méréseket végeztek, illetve gázszivárgás nem történt, a közműveket viszont ki kellett zárni, éppen ezért a szolgáltatók érkezéséig biztosították a helyszínt, illetve minden ilyen esetben azért a romokat átkutatják, hogy nehogy egy arra járó, egy arra tévedt ember esetlegesen balesetet szenvedjen. Ilyenről nem volt szó, tehát személyisérülés nem történt. Egyébként a hosszú hétvégén nem ez volt az egyetlen. Tiszabasváriban, a Deák Ferenc utcában szintén egy vályogfalazatú melléképületnek a fala rogyott meg, illetve borult ki félig. Ilyenkor minden esetben, ugye, ahogy már elmondtam, a balesetet szenvedett helyszínt átvizsgálják, hogy élő személyek ne legyenek alatta, illetve itt is a közműveket ki kellett zárni, és a szolgáltatók érkezéséig biztosították a helyszínt, illetve mindkét esetben kordonszallaggal körbekelítették, hiszen életveszélyessé váltak ezek az épületek, a tulajdonosok pedig gondoskodnak ezeknek az elbontásáról. Názon Gyula a vendégem, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal építésügyi osztályának vezetője. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Mennyire elterjedtek ezek az esetek, mennyire kellett tartani, hogy ezek komoly veszélyhelyzeteket teremtenek, ezek az elhagyott lakóépületek? Sajnos ez megnövekedett számban tapasztalhatóak, hiszen az épületek állaga, állékonysága annak korával itt idősödésével egyre inkább rosszabb állapotba kerülnek. Ezek általában jellemzőek a kisebb településeken, ahol valóban elhagyatottabbak, sorsára hagyottak az épületek, és így azok állaga, állékonysága jobban sérült, tönkre mennek, nem kezelik őket, nem a jókarbantartási kötelezettségek, jókarbantartási feladatok elmaradnak, és így ezeknek az állapota egyre inkább tönkre megy. Van erről valamilyen regiszter, hogy melyik településen, hol vannak ilyen veszélyt jelentő épületek, vagy erre nincs kapacitás az önkormányzatoknál? Nem csak az önkormányzatoknál, mert általában az építésügyi hatóságoknál, építésfelügyeleti hatóságoknál sincs sajnos. Ezek inkább bejelentésre induló eljárásoknál, vagy az önkormányzatok esetleges településképet javító intézkedése kapcsán, azok jelzése kapcsán kerülnek intézkedésre. Alapvetően nem csak a megyében lehet erről szó, hiszen ez egy országos probléma. A megye talán annyiban kirívó, hogy nagyobb megyeként és nagy település számmal rendelkezünk, amelyek közül több a kis település, így nagyságrendileg természetesen nálunk eléggé elterjedt sajnos, hogy ezek az épületek egyre jobban megjelennek, az idő előre haladtával is, és a sorsára hagyott épületek jellegéből kifolyólag is sajnos egyre nagyobb számot mutatnak. Hogyan zajlik egy ilyen folyamat, hogyha valaki tesz egy bejelentést az építésügyi hatóság, vagy akár az önkormányzat felé, hogy mondjuk a szomszédjában van egy ház, amit ő úgy gondol, hogy számára veszélyt, vagy akár például a közművezetékek szempontjából is veszélyt jelenthet, akkor mi történik utána? Indulhat ez bejelentésre is, de itt talán már is mondhatjuk afelé a bontási tevékenységet, mint lehetőséget, hogy indulhat kérelemre is. Tehát természetesen már maga a tulajdonosok is lehetnek azzal a szándékkal, igénnyel, hogy rendezik ezeknek az épületeknek a sorsát. Ebben az esetben két engedélyezési eljárásról, pontosabban egy engedélyezési és egy tudomásúvételi eljárásról beszélhetünk. Abban az esetben, hogyha ez műemlék, helyi értékvédelmi védettség alatt álló épület, vagy pedig ikres vagy zárt sorú, tehát azonban az esetben, amikor a szomszédos épületeknek az állapotára, állagára is vigyázni kell, akkor bontási engedélyt kell kérni az építésügyi hatóságtól.
Amennyiben ezek alá nem tartozó épületről beszélünk, akkor pedig az építésfelügyeleti hatóságnál egy bontást tudomású vétellel lehet ezeknek a sorsát rendezni. Vannak természetesen azok az épületek is, amelyek nem engedélykötelesek, nem tudomású vételkötelesek, ezek a kisebb épületekről beszélünk, olyan funkcionális és nagyságrendjében kis épületekről, amelyek elbonthatóak mind a két fajta engedély nélkül. És természetesen itt érkezünk el a negyedik változatához, amikor akár bejelentésre, akár önkormányzati jelzésre, vagy az építésügyi hatóságoknak a helyszíni szemlék során, vagy pedig egyéb tudomásukra jutást követően intézkedési kötelmük van, amikor lényegében egy kötelezési eljárásnak a végén kerítenek arra sor, hogy rendezzék ezeknek az állapotoknak, ezeknek az épületeknek a sorsát. Gondolom nem kérdés, hogy a tulajdonos felelőssége az, hogy ezt a veszélyeztető állapotot megszüntessék, illetve az ő költsége is. Ezek az egyszerűbb esetek, amikor egyáltalán létezik tulajdonos. Mi van akkor, amikor nem tudják fellelni a tulajdonost? Igen, tehát egyrésztről azt mindenképpen érdemes hangsúlyozni, hogy a jó karbantartási kötelezettség a tulajdonos terheli. Tehát ugye nem csak jogokkal, hanem kötelezettségekkel is jár értelemszerűen a tulajdon, és ezeknél az állam megóvási feladatokat a tulajdonosnak kell elvégezni. Legtöbb probléma azoknak a rendezésével van, ahol nincsenek meg a tulajdonosok, vagy esetleg olyan gazdasági helyzetben vannak, amely nem engedi meg ezeknek a bontási munkálatoknak az elvégzését. Olyan tekintetben nehéz a végleges rendezése ezeknek, hogy hiába kerül maga az építésügyi részről kötelezettség kiszabásra, vagy nincs, aki végrehajtja, vagy nem tudja végrehajtani. Ha nincs, aki végrehajtja, illetve nem tudja végrehajtani, akkor egy hatósági végrehajtás lehet a végeredménye ezeknek az eljárásoknak, amely során a hatóság végrehajtatja az adott kötelezettséget, de ebben az esetben természetesen azokkal a szankciókkal még járhat, hogy ráterhelik ennek a költségeit a tulajdonosra, az ingatlanra, adott esetben jelzálogjog bejegyzéssel, ami már önmagában problémát jelent, hiszen a tulajdonosnak nem elég baj az, hogy megszűnik vagy tönkre megy egy épülete, az állékonyságot elveszíti az épülete, el kell bontani, hanem még ráadásul adott esetben egy pénzügyi kötelme is keletkezik. Milyen tanácsot tudunk adni a tulajdonosoknak? Egyrészt a jó karbantartási kötelezettségnek a megtartását, próbálják a lehetőségeikhez képest karbantartani az épületeket, fenntartani. Itt elsősorban arra kell gondolni, amikor még a jó karbantartás körét nem meghaladó, tehát általában a sima felújítási, helyreállítási munkálatok elvégezhetőek. Ezeket lehetőség szerint a tulajdonosok gyakorolják, próbálják meg menteni az épületeknek az állapotát. Természetesen, ha már állékonyságot, életet és egészséget, vagy közös vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot alakul ki, mint ahogy kidől például egy épületnek a fala, akkor ott már a hatósági intézkedés is mindenképpen szükséges, és a végeredménye természetesen az, hogy akár a tulajdonos végezteti el, akár a hatósági intézkedése történik, a veszélyhelyzetet meg kell szüntetni. Ezekben a konkrét esetekben hogy lehetett volna megelőzni azt, hogy végül is leomoljon egy épület? Hol történt-e mulasztás? Mulasztás nagyon nehéz megállapítani, hiszen egyrésztről ezek az épületek, hallottuk is, hogy vályogépületek voltak, már régi idős épületekről beszéltünk, alapvetően sorsára hagyott épületek voltak. Ebből kifolyólag nagyon nehéz magát a felelőst megkeresni, bár önmagában a jó karbantartásnak a hiánya az elvezet ennek a végeredményéhez. Igazából az épület menthetősége kapcsán talán még érdemes megjegyezni azt, hogy attól függetlenül, hogy egy épület károsodik, nem feltétlenül kötelező elbontani. Tehát itt a jogszabályi előírások is, és azért a tulajdonosi jogok is összeérnek, hogy abban az esetben, hogyha tudja vállalni azt, hogy ezt helyreállítja, átalakítja, megszünteti a veszélyhelyzetet, akkor ezekben az esetekben nem szükséges feltétlenül bontásig eljutni, hanem természetesen egy helyreállítási folyamat is lehet a vége. Azokban az esetekben azonban, hogyha veszélyhelyzet keletkezik, akkor természetesen már itt a szükséges és azonnali intézkedéseket is meg kell tenni.
ilyenkor értesítést küld az önkormányzat vagy a hatóság a tulajdonosnak, hogy veszélyessé vált az épület és gondoskodjon a helyzet megszüntetéséről? Igen. Egyrésztről a tulajdonosok minden esetben ügyfelek az engedélyezési eljárásokban, ilyen tekintetben viszont a kötelezési eljárásokban is, tehát bevonásra kerülnek. Szükség esetén azokat a nyilatkozatokat be kell szerezni a hatóságoknak, amely alapján a tulajdonos természetesen rendelkezhet a tulajdonjogával és a tulajdonosi helyzetéből adódóan az épülettel, és amennyiben ő ezt vállalja, akkor természetesen ő is helyreállíthatja meg, elvégezheti azokat a feladatokat, amelyek szükségesek, és ha ez nincs, akkor természetesen jön a hatósági oldala a dolgoknak. Názon Gyula, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm, hogy meghallgattak.